véletlenül próbatételekről szerettünk volna játszani nektek, és fogunk is. Ehhez én hoztam egy irodalmi anyagot, és improvizációkat is készítettünk. Az irodalmi anyag az egy Vogul mondatfeldolgozás volt. Ezzel nagyon sokat dolgoztunk. Elkészültek az improvizációk is. Na most azt, hogy a mondatfeldolgozás elkészült, az azt jelentette, hogy föl sikerült rakni. Tehát mondjuk ezt, hogy földobáltuk, tehát csináltunk képeket, játszottunk eszközökkel, botokkal, prédekkel, mindenfélevel, és aztán tegnap rájöttünk arra, tegnap délelőtt, hogy az, hogy ebből ma háromkor itt olyan előadás legyen, amiben ez a szöveg is megjelenik, meg a mi improvizációink is megjelennek, az nekünk most éppen akkor abban a pillanatban úgy tűnt, be is bizonyosodott, hogy túl nagy falat. Vagy mondjuk inkább szívesebben fogalmazok úgy, hogy lehet, hogy nem ezt szeretnénk enni, hanem valami más, nem erre van szüksége a szervezetünknek. Úgyhogy megkeressük azt, hogy mi az, amit meg tudunk mutatni nektek jó szívvel és biztonsággal, és ezért meg kellett hoznunk egy nagyon nehéz döntést, hogy hagytuk a szöveget, megtartottuk az improvizációkat, összekapcsoltuk őket, maradtunk a témánál, próbatételek, és azért is fontos ez, mert azt hiszem, hogy ezzel, hogy ezt a döntést meghoztuk, szóval ez egy igen nagy próbatétel volt nekünk, és az is, hogy bemutassuk azt, amit végül is szívesen bemutatunk most nektek, úgyhogy azt kérjük, hogy fogadjátok nagyon nagy szeretettel. Thank you.
kanál hozzá. Ha ha ha!
Hello. Tudjátok, igazság szerint én nagyon be vagyok havazva. Nyilván. Akkor máshogy mondom. Nagyon sok a dolgom. Vasárnap rájössz? Vasárnap pont családi összejövetel van, amikor a nagymamának szülinapja van, és ő főz, és oda kell menni. Sokan. Azt szeretném kérdezni, hogy John Carter elkérhetjük vasárnap a sátorot. Ja nem, csak mindegy. Azt mondta az anyukám, hogy vasárnap eljöhetsz meg. És nincs családi összejövet. Hát én teljesen úgy emlékszem rá. Tényleg, ne haragudjatok. Akkor rájössz. Ez is igaz. Hát, igen, ráérek. Csak, tudjátok, nem annyira, nincs ingyenre a sátorozás, hogy sötét van, össze vagyok zárva, ott vannak a vaddisznók is, meg... A vaddisznókat megfogjuk, és megeszünk. Hát, ez csodálatos ötlet, de hát én vegetáriánus vagyok. Az egészségre. Akkor mit süsünk, brokkoli? Hát tudjátok, mit félek? Igen, félek! Tudtam! Én voltam. De hogy teheted ezt? Tudod, hogy már mióta barátnők vagyunk? Féltékeny voltam. Bocsánat. Bocsánat. De hiszen te már nem is tudod. Bocsánat, 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 bocsánat. Dashi, 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 dashi.
Skip.
Yeah.